Tavaly még itt a fák alatt kaptak sátor helyet azok, akik beneveztek a paprikás ételek főzőversenyére. Azonban ez idén megváltozik, hiszen rengeteg fejtörést okozott a logisztika. Az érseket zártsága problémát okoz a közlekedésben, hogyan tudnak a főzők, az a közel 70 csapat ki és bejárni. Még bejárni az hagyján, mert az reggel kell, de este távozni a tömegen keresztül nagyon nehéz. Sokat gondolkodtunk, hogy oldjuk meg ezt a problémát, és most úgy döntöttünk, hogy kívül lesz a főzőverseny. Ez azt jelenti, hogy a parkgondozó Kft. Előtti parkolóban lesznek a főzők, hiszen innen viszonylag könnyen tudnak távozni, van 5-6 óra magasságában. Így az eddig ott helyett kapu árusok is költöznek. Portékáikat a sétányon tekinthetik és vásárolhatják meg a fesztiválozók. Ám nem csupán a helycserében, a színpadok számában is változást hozott az új év. 3 színpaddal dolgozunk, az egyik a főzőverseny színpada, hiszen őket is kell szórakoztatni. Itt cigányzenekar lesz, a 100 tagúnak egy szelete, illetve lesznek még itt musicalek is. Aztán a másik színpad az a nagy színpad. Itt ugye meg lesznek a szokásos elemek, olyan, mint paprikalovagok avatása, úgy, mint ünnepélyes megnyitó, aztán lesznek sztárvendégek, ugye szombaton a Beavers, The Beavers lesz az esti főszám, de itt játszik a Blackjack például, előtte pénteken a Sugarloaf zenekar lesz a vendégünk. A harmadik színpad pedig a sétányon kap majd helyet, ahol az árusok, a bemutatósok és a kézművesek is. Itt a gyerekkoncertek fognak majd zajlani. A szeptember 14-én és 15-én megrendezendő fesztivál előkészületei tehát már javában zajlanak. A főző versenyre már elindult a jelentkezés. Kollégáim most készítik elő azokat a leveleket, amelyeket kiszoktunk ilyenkor küldeni. Ennek a gazdája Németh József, ő hívja meg a csapatokat, és azt hiszem, hogy ő az, aki nélkül nehezen jönne össze a főzőverseny. Lehet akár elkezdeni a baráti társaságoknak is a jelentkezését, kalokultúra@kalocsa.hu internetes címen, illetve lesz szürke marha főzőverseny is, úgy, ahogy eddig volt. A szürke marhások ott lesznek elhelyezve, ahol eddig, a baráti társaságok pedig elmondják, hogy mekkora sátorra van szükség, mekkora helyre, hány sörgarnitúrára, és akkor kimegyünk velük, és megbeszéljük, hogy hova szeretnének menni. Bővebb információt, illetve jelentkezési lapot továbbá a Kalocsa Kultúra és Központ Szent István úti irodájában lehet kérni.